A szívinfarktus az a szívizomnak az elhalását jelenti. Ez az elhalás annak következtében jön létre, hogy a szívet ellátó koszorú erek valamelyike kritikusan beszűkül, elzáródik, és az ellátási területében egy olyan oxigén hiányos állapot alakul ki, ami miatt az ottani sejtek elhalnak. Nagyon típusos tünetei vannak a szívinfarktusnak, és ez egy szorító, nyomó, feszítő, abroncszerű feszítő érzéssel járó mellkasi fájdalom, ami a mellkas bal oldalán, illetve a szedcsont mögött jelenik meg. Általában kisugárzik a bal karba, az állba, néha a bal válba is, de kisugározhat akár például a gyomorszájba is. Ha ilyet érzékel, és jó esetben a beteg nincs egyedül, hanem valóban vannak körülötte, azonnal mentőt kell hívni. Prevenciója létezik, amit úgy szoktunk összefoglalni, hogy az egészséges életmód. Ezen egészséges életmódnak a része nyilvánvalóan, hogy ne dohányozzunk, része az úgynevezett egészséges táplálkozás, amit leginkább a mediterrán diéta fogalmával szoktunk megjelölni. Emellett nagyon fontos a rendszeres testmozgás. A szívinfarktus mai kezelése olyan modern terápiás arzenállal történik, hogy pár nap után egy szövődménymentes esetben a beteg adott esetben hazamegy. Ilyenkor hajlamos azt hinni, hogy hát nem is történt tulajdonképpen nagy probléma, viszonylag jól érzi magát, és eltűnik az egészségügyi rendszerből. Most ez nem helyes, bent kell tartani a beteget, ha lehetséges, egy úgynevezett rehabilitációs programba, hogy az, ami a betegség előtt esetleg nem is valósult meg prevenció formájában, de a betegség után mondjuk egy külső késztetésként valósulna meg, az a beteg saját belső igényévé, belső késztetésévé váljon, mert így van arra esély, hogy valóban egy tartós, egy életre szóló életmódváltás alakuljon ki.